Alumínium és fém hulladék, valamint üveggyűjtéssel kezdődött a gyáli önkéntes szemétszedők által szervezett múlt heti akció, amelyen 100 gyümölcsfa és 17 mogyoró cserje is gazdára talált. Az akció során befolyt összeget a GYÖSZ a gyáliakra, illetve környezetükre és gyümölcsfák beszerzésére fordítja. A szervezők hamarosan bőrzét is rendeznek. A tavalyi évhez hasonlóan is többfajta gyümölcsfával készültünk a gyáli geti kertészet segítségével, immáron harmadik éve. A GYÖSZ, azaz a gyáli önkéntes szemétszedők Facebook oldalán, illetve több gyáli oldalon is meghirdetése került, és a tavalyi évhez hasonlóan e-mailen lehetett jelentkezni rá. Bő egy hét volt a jelentkezési határidő, és ezeket a jelentkezéseket regisztráltuk, és ez mai nap folyamán kerül kiosztásra. Kajszi, őszi, szilva, cseresznye, megy fát tudunk kiosztani, körtét is, ezt kifelejtettem, illetve idén mogyoró cserjét is kínálunk. Hány darab fát osztanak majd a folyamán ki? Körülbelül stagnál a szám, most már harmadik éve 110 fára jelentkeztek a lakosok, illetve plusz a 17 mogyoró cserjét is kiosztjuk idén. Az alumínium és a fém hulladék gyűjtésből befolyt összeget természetesen visszafordítjuk a gyáriakra, környezetünkre, és ebből is tudtunk idén beszerezni gyümölcsfákat. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb igény van a zöldítésre, hogy jobb levegő legyen, mégiscsak egy kertvárosban élünk, egyre többen tartják ezt fontosnak. Rendszeresen szerveznek itt szemétszedést a településen, mennyire szemetes most gyártelepülés? Én azt gondolom, hogy pici fejlődést látunk, illetve a városüzemeltetés is nagy segítségünkre van ebben, hogy tisztában tartsuk a környezetünket, de szükség van ránk, illetve a segítőinkre. A fiatalok besegítenek a közösségi szolgálati munkájukkal, ez óriási segítség nekünk, ők is ezáltal tudatosabbá válnak, illetve az 50 órát le tudják nálunk dolgozni. A legközelebbi rendezvényük hol lesz és mikor lesz? Jövőre ugyanígy tervezünk faosztást, ezt most már harmadik évvel ősszel megrendezzük, illetve nagyon szeretnénk majd a győzbőrzét megtartani tavasszal, amit a művelődési házban szerveztünk idén is. Gábor számára fontos a környezettudatosság, és hogy otthon le tudja szedni a saját termését. Ez már idén a második alkalommal veszek részt, és egy őszi barackot választottam. Miért pont az őszi barackot? Nagyon szeretjük, és olyan még nincs otthon. Miért azért fontosnak ezeket az akciókat? Hát mert szeretnénk a saját gyümölcseinket megtermeszteni, otthon megtermelni, és azt tenni, és ezáltal is a környezetet védeni, hogy ne a piacon vásároljunk feltétlenül, hanem otthon is. Le tudjuk szedni a saját gyümölcsöt.